Veszélyes hulladéknak számító festékes vödröket és autókarosszéria elemeket dobott ki valaki a természetbe Faddomborinál. Az ügyben már nyomoz a rendőrség, de nem csak Domboriban, szerte Tolna megyében egyre több teleplésen okoz problémát az illegális szemét. Halmokban állnak a kidobott elektronikai készülékek, elhasználódott bútorok, műanyagüvegek és építéstörmelék. Utóbbival a bátaszékiek is találkoztak, és amikor az államtól nyertek 3 millió forintos támogatást a hulladék lerakó felszámolására, rögvest hozzáfogtak, ám a forrás nem volt elegendő, mert időközben jócskán megnövekedett a szemét kupac, ezért újabb 1 millió forinttal egészítették ki ezt az összeget, hogy el tudják onnan tüntetni a hulladékot, mondja Bozsolik Róbert, a település polgármestere. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a város más pontjaim is kezdenek kialakulni ilyen lerakók, amin talán abból következik, hogy igen, körülményesen lehet elsősorban az építési törmeléket, hulladékot beszállítani, elhelyezni. Szabó Gyula, az Aliszka Terra Kft. Ügyvezetője azt mondja, több Tolna megyei település önkormányzatával összefogtak az illegális szemétkupacok eltüntetésére. Ők a szállítást finanszírozzák, a települések pedig a szemétgyűjtést. A vezető azonban komoly problémának látja, hogy behatárolt azoknak az anyagoknak a köre és mennyisége, amiket a lakosság a kukák mellé kihelyezhet. A lomtalanítás, mint lakossági szolgáltatás pedig szünetel október 15-e és március 15-e között. Évi egyszer ugyanis házhoz megy a szolgáltató, és elszállítja a kirakott hulladékot. Ám az is csak 3 köbméter lehet, és nem lehet kirakni az építési törmeléket, elektromos, elektronikai hulladékot. A szakember szerint ezért alakulnak ki illegális hulladéklerakók a településeken. A hulladékudvarban évente egyszer adható le maximum 2 köbméter építési törmelék.